A Bugát Pál Technikum diákjai nyerték meg a történelmi váltóversenyt, amelyet a márciusi ifjak tiszteletére szerveztek meg most először a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központ futópályáján. A Bugát Pál Technikum által életre hívott megmérettetésen 8 középiskola diákjai vettek részt. Szomor Andrea, a Bugát Pál Technikum igazgatója elmondta, az iskola hagyományteremtő céllal szervezte meg a szabadságharc hőseiért az emlékfutást. Iskolánkban a testnevelési munkaközösség idén első alkalommal, de azt gondolom hagyományteremtő céllal szervezte meg a szabadságharc hőseiért ezt az emlékfutást, ami egy történelmi váltófutás, és a székesfehérvári középiskolások fiatal fiúit hívtuk erre, vagy szólítottuk meg erre az alkalomra. 6-an jönnek majd egy csapatba, 1848 métert fognak futni a mai alkalommal, és igazából a márciusi hősök előtti tisztelgés, a mozgás öröme, a futás öröme ezzel való összekapcsolódás, ami miatt ez megrendezésre került a mai napon. A történelmi váltó fővédnöke Mészáros Attila alpolgármester volt, aki elmondta, a verseny leginkább az összetartozást jelképezi. 1848. március 15-én is a magyar nép összefogott, fellázadt egy olyan dolog ellen, ami az ő életüket akkor befolyásolta. Ma nyilván mást jelent az összefogás, az összetartozás. Ma azt jelenti, hogy a székesfehérvári diákság az egy nagy egység, különböző intézményekkel, benne különböző fiatalokkal, de mégis az a 18 000 fiatal, aki a város általános középiskolájában jár, egy nagy egységet alkot. És ezt szimbolizálja ez a mai nap. A versenyt a Bugát Pál Technikum középiskolásai nyerték meg, a második helyezett a Vörösmarty Mihály Technikum és szakképzőiskola diákjai lettek, míg a dobogó legalsó fokára a Hunyadi Mátyás Technikum sportolói léphettek fel.